Sziasztok! Az új Elementor Pro frissítésének köszönhetően új dinamikus linkelési lehetőséget kaptunk. Vegyünk példának egy egyszerű gombot. Válasszuk ki a felugró megtekintési ablakot. A szöveg mellett találunk egy kis ikont, arra rákattintva tudunk választani, hogy képet vagy videót szeretnénk elhelyezni az oldalon. A mi esetünkben egy videót fogunk linkelni, átírjuk a szöveget, frissítünk egyet és meg is tudjuk nézni. Ha kíváncsiak vagytok az Elementor működésére, egy rövid bemutatót találtok a Marketingeszközök YouTube csatornáján. Köszönöm szépen, hogy megnézted a videót, Cinege Tamás voltam a Marketingeszközök csapatából.